Köszöntöm a Mozaik nézőit, egy olyan festőművész a mai vendégem, aki illatok után fest, ez inspirálja, ez ihleti, illetve a természet minden szépségével. Imádja a kávét és a jó zenét. Itt van Ráth Márton festőművész a stúdióban. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm. Volt olyan szerencsém, hogy jártam nálad a műtermedben, és említetted, hogy édesapád festőművész volt, illetve nagypapád is. Hogyan inspirálottál gyerekként? Hogyan emlékszel rájuk? Hát az biztos, hogy láttam édesapámat, ahogy fest nyilván, hiszen minden nap ott volt, és láttam, hogy dolgozik. Ez szerintem minden gyereknél úgy van, hogy amit lát, abból próbál inspirálódni, azt próbálja utánozni, úgyhogy hát nálam is így indult. Ahogy így eszembe jutott egy olyan kis sztori, hogy körülbelül 7 éves lehettem, és a tévében ment egy dokumentumfilm egy német festőről, Kaspar David Friedrichről, aki ilyen nagyon szép természet képeket festett, nagyon sokszor ábrázolt ilyen kis ilyen transzcendens látásmódja volt, ilyen misztikus, nagyon szép erdei képeket mutatott a tévé, és közben a narráció, hogy mondta, hogy mi inspirálta, és néha kinnalszik az erdőben, hogy ott merítsen ihletet, és rám ez akkora hatással volt, hogy teljesen rátapadtam ugye a képernyőre, és amikor vége lett, akkor gondoltam, hogy megnézem, hogy édesapámnak van-e ilyen könyv erről a festőről, és kimentem a kazánházba, mert ott fértek el az ő könyvei, és akkor elkezdtem ott kutatni, és körülbelül 3 mozdulat után így megakadt a kezem, és láttam, hogy ott van Kaspar David Friedrich festőnek a könyve, feketén-fehéren szó szerint, mert egy fehér borítású. És ráadásul magyarul, és fotókkal illusztrálva, tehát ez egy, máig egy nagy erekje számomra. Úgyhogy hát abból is másolgattam, aztán volt nekem a nagy kedvencem a Michael Jackson, akkor őt másoltam, aztán nyilván elkezdtem apámnak a képeit másolni. És hát ahogy visszaemlékszem, körülbelül utána jöttek ezek a figurálisabb képek, és emlékszem, hogy egyszer mutattam valakinek büszkén, hogy hát én ezeket festem, és neki az volt a válasz, hogy egyébként ezek tök jók, Marci, de ezek eléggé hát öncélúak, és akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hát lehet, hogy ebben van igazság, és ez indította bennem azt, hogy hát egy más úton kellene járnom talán. Ez mikor volt egészen pontosan? Hát ez körülbelül 8 éve volt. És ez mit jelent? Tehát, hogyha jól tudom, akkor aktokkal is kezdtél valamikor. Hogyan indultál el ezen a vonalon, illetve hogyan jutottál el az illatokig, ami most már inspirál? Hát, a figurális képek azok ugye ott is nyilván először így a másolás volt a fő szempont, hogy egyrészt ilyen gyakorlás szinten kezdtem el alakokat festeni, illetve rajzolni, de tényleg elég öncélúnak találtam, és ráadásul ez egy elég szűk rétegnek szól, tehát azt gondoltam, hogy ezzel nem igazán tudom úgy magam megmutatni. És hát így elkezdtem ezzel nagyalni, hogy öncélú, és hogy ez egy hosszú folyamat minden művésznél szerintem, hogy azt a stílust és hangot megtalálni, ami rá jellemző, ami ő maga, és amivel könnyen be lehet aztán azonosítani, úgyhogy ez egy hosszú folyamat, és egyébként nem egy könnyű út. Az embernek eléggé befele kell figyelni, úgyhogy én is ezen az úton jártam. És szerintem ehhez hozzá segítettek az illatok javarészt. Ez úgy indult, hogy engem mindig is érdekeltek, tehát én falun nőttem fel, én mindig is imádtam a természetnek az illatait, mindent szimatoltam, fogdoztam, dörzsöltem, megtörtem a kis bogyókat, a terméseket, a fának a leveleit. És egyszer, ami meghatározó élmény egy parfümmel kapcsolatban az, hogy édesanyámmal voltam egy drogériában. Engem akkor nem érdekelt ez az egész világ, ő meg ott nézegetett, kicsit unatkoztam, és akkor kiszúrtam egy nagyon egyszerű női parfümnek az üvegét, ami egy ilyen, semmi nem volt rajta, csak egy ilyen fémcső, és a tetején egy ilyen gumi a fújóka. Azt megszagoltam, és az rám óriási hatással volt, tehát ez lenyűgözött, hogy Úristen, hát ilyen hatással lehet egy parfüm, és akkor kifújtam egy kis papírcsikra, hazavittem, és akkor napokig azt szagoltam. Úgyhogy ha az illatokra visszaemlékszem, akkor a természet, és ez az egy parfüm, és ami meghatározó volt, aztán
nyilván elkezdtem én is hogy utána olvasgatni a parfümöknek, meg az illatoknak, és egyre többet kezdtem elején is gyűjteni, megismerni, venni, szaglászni, úgyhogy ez így indult. És hogyan ad ihletet? Tehát, hogyha elképzeljük egy napodat, hogyan indul, befolyásolja, hogy milyen illatot veszel le, azt, hogy milyen a kedved esetleg? Hát nyilván igen, az hangulattól függ, hogy hogy indul az embernek a napja, és ahhoz mérten választok én is parfümöt. Ez általában úgy néz ki, hogy a kezemre fújom, mert akkor innen jobban érzem, tehát innen egyszerűbb a mozdulat is, mintha a nyakamra fújnám, és munka közben, illetve munka előtt még hagyom, hogy egy picit átjárom maga az illat, tehát rá kell hangolódnom eleve arra, hogy én most dolgozni fogok, mit szeretnék festeni, milyen az illat, mit vált ki belőlem éppen akkor, mert lehet, hogy előző nap teljesen más érzést váltott ki, mint másnap. Úgyhogy, és változó egyébként, tehát van olyan, hogy egy parfümöt többször is megfestek, és lehet, hogy teljesen másképp születik belőle, tehát ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen érdekes folyamat, én magam sem tudom annyira ennek a, nyilván szerintem lelki oka van, vagy éppen tényleg hogy kell az ember, ez egy ilyen furcsa. Így van, hogy egy-egy illathoz, egy-egy hangulat társul, ugye, tehát hogyha gyerekként is megérzünk, tehát gyerekkorunkból van egy olyan illat, ami nyomot hagyott bennünk, és ezt felnőttként megérezzük, akkor tulajdonképpen ugyanaz az érzés visszajön, vagy az az emlék, ami az illathoz kötődött. Most arra lenne kíváncsi, hogy egy-egy illatot használsz egy-egy képhez, vagy akár több illat vezet oda, hogy egy kép elkészül? Ez mind a kettő jellemző, de inkább többnyire egy parfümöt szeretek használni, mert volt már olyan is, hogy akit érdekelt ez az adott festmény, gyakran érdeklődnek, hogy milyen parfüm váltotta ki, úgyhogy akkor szeretek egy illatról beszélni, de van olyan is, hogy elküldöm egyébként a kis illatmintát a festményhez, hogy ő is jobban átérezze ezt a fajta szinesztéziát, hogy nem csak hogy látja, hanem ő is el tudja képzelni a parfümöt. És volt olyan is, akinek teljesen más illat jutott volna eszébe, de többnyire egyébként be tudják így azonosítani, tehát tudnak velem azonosulni, hogy én mit érzek és látok. Arra lennék kíváncsi, hogyha elkészül egy-egy ilyen festmény, akár egy nagyobb kép, amivel több hónapot dolgozol, akkor milyen érzéssel engedni? Valakihez útra bocsájtani. Hát igen, ez olyan, mint amikor az embernek van egy gyermek, ezt nem tudom máshogy mondani, hát foglalkozol vele, te nevelgeted, te hozod létre, az a te produktumod, és hát ezzel hetek telnek el, van, hogy hónapok is, és egy picit nehéz megválni tőle, éppen ezért, de van benne egyébként, van ennek egy olyan vonzata is, hogy nyilván hát nem magamnak festem, nem csak kizárólag magamnak festem, hanem hát szeretném az embereknek az otthonába, szeretném átadni az embereknek, szeretném, hogyha másoknak az otthonában ez ott lenne, és a mindennapjaik részévé válna egy kis darab belőlem, úgyhogy picit nehéz, de azért többnyire jó szívvel adom és csomagolom be a gyermeket. Most az lenne pont, jártam, ugye nálad említettem, és vannak azért olyan képeid, meg ahogy a munkásságodat néztem, amik nagyon hasonlóak, tehát azért mégiscsak vannak olyan képek, gondolom, amihez jobban ragaszkodsz, vagy van egy első felvonás, aztán egy második belőle, vagy hasonló. Miért van ez, hogy például van egy női ruha, ugye, amit megfestettél egy tenger fölött, igen, kiakasztva egy válfára, és annak most készül egy második kép róla, teljesen más háttérrel. Mesélne egy kicsit, hogy mi születik meg ilyenkor benned? Hát egyrészt szerintem, nem szerintem, hát jó volt maga a festésnek a folyamata, tehát nagyon élveztem, mert ez egy eléggé új vonal, hogy egyrészt egy női ruhát festettem meg, azért ott elég, hát pepecselős meló azért ott a kis redőket, meg a kis gyűrődéseket megfesteni nyilván, de éppen ezért nagyon élveztem, mert egy picit más. Én szeretek kísérletezni, vannak ugye absztrakt képek, vannak természetet ábrázoló képek, és most ez egy picit ilyen, inkább ilyen szürrealista irányba mutató kép, és van, amit úgy is teszek ki, hogy van egy címe, és hogyha hasonlót festek meg, akkor úgy nevezem el, hogy második. Tehát, hogy második része tulajdonképpen folytatása az előző
festménynek, és itt is ez volt a koncepció, hogy lehet, hogy ugye itt a ruhánál alul egy tengerpart látható, a második résznél pedig egy völgyet festek meg, úgyhogy egy picit más lesz talán így a mondani valója és a hangulata is. Milyen most a Ráth Márton festőművész? Tehát még mindig keresésbe vagy, mindig keresed magad, mennyire érkeztél meg? Mert azért itt vannak új vonalak, meg ahogy elmondtad te is, van az absztrakt természet, akár most ez az új vonal, ami egy kicsit teljesen más. Hogyan jellemeznéd most a munkásságodat? Hát, szerintem ez egy soha véget nem érő folyamat. Tehát legalábbis nálam ugyanúgy a zenében is egy ilyen nagyon eklektikus ízlésem van, tehát én mindenféle zenét szeretek, mindenféle illat van nálam, és ugyanígy szerintem ez a képekben is így megmutatkozik, hogy nem tudok egyszerűen leragadni egyfajta témánál vagy stílusnál. Szeretek változatosan festeni, úgyhogy ez egy útkeresés. Nyilván mi magunk is változunk folyamatosan, teljesen más. Szerintem más ember voltam mondjuk akár csak 2 évvel ezelőtt is, mint most. Nagyon sok mindenről másképp gondolkodom, és ez megmutatkozik a képeimben is, de szerintem ez így egy teljesen jó és normális folyamat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további sikereket kívánok a munkádhoz, tényleg, meg a jó útkeresés, azt gondolom, majd forjon ki nálad. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek is megköszönöm a figyelmet, Mozaik című magazin műsorunkat látták, viszontlátásra.